A szabolcsi Solymok fiataljai már augusztus végén elkezdték a felkészülést, a debreceni edzőtáborban elsősorban azt fényte fel Kelcsó Árpád szakmai igazgató, hogy milyen szinten vannak a gyerekek. Azt követően többször is Sátoraljaújhelyre utaztak az ifjú hokisok, amióta pedig megnyílt a nyíregyházi városi jégpálya, már hazai jégen edzenek a Solymok. A mesteredző a napi 2 órás tréningeken igyekszik átadni tudását a fiataloknak, akik lelkesen gyakorolják a különböző technikai elemeket. Van egy pár gyerek, aki óriásit fejlődött, meg úgy összességében ez a szint már nem az a szint, ami volt, de ugye én akkor is arról beszéltem, meg most is arról beszélek, hogy én azt szeretném, hogy a nyíregyházi jelenlegi kisgyerekeket, akik vannak egy páran, és akiket ki fogunk válogatni, azok az ország első 2-3 egyesület szintjén kell, hogy legyenek, és biztos vagyok, hogy előbb-utóbb a legjobbak is leszünk, azokkal természetesen lentről fel kell építkezni, ez nem egy-egyik napra a másikra. Jelenleg közel 50-en járnak az edzésekre, ezt a számot szeretné legalább megduplázni Kelcsó Árpád. Az ovikori programnak köszönhetően sokan húznak korcsolyát, ami az első lépés a jégkorongozás felé vezető úton. A gyereket, ha sikerült kiválasztani, és ha eljön edzésre, és ott látom, hogy érdemes vele foglalkozni, a dicséretekkel fel lehet őt hozni a szintre, hogy fanatizálni. Hát elsősorban fanatizálni kell a családot, apukát, anyukát, gyereket, de a gyerek a fontos, és hogyha úgy érzi, hogy sikerélménye van, akkor onnantól kezdve akkor alkotunk egy egyesített, és nevezhetem bárminek, erőt, és akkor onnantól kezdve ez a gyerek már megmarad, és tényleg bármit el lehet vele érni. A Szabolcsi Jégsport Egyesület ebben a szezonban 4 korosztályban indít csapatot. Az U8, az U10, az U12 és az U14-es együttesek alacsonyabb osztályokban szerepelnek, de a cél az, hogy belátható időn belül a legmagasabb osztályban is játszanak nyíregyházi jégkorong csapatok.